Nevelési évente 5 továbbképzést tartanak Pakson az óvodapedagógusoknak. Idén először zajlott szakmai nap, a szervező a Paksi Napsugár óvoda vezetése volt, mely intézmény egy székhely óvodával és 4 tagóvodával, összesen 11 csoporttal, összevont vezetéssel működik. Nekünk most így nevelési év kezdetén egy kicsit változott a programba, az óvodákba, napsugár óvodába, a programunkba a projekt szemlélet került előtérbe, ezért a projektek szervezeti és szervezettségét is érinti ez az előadás, úgyhogy bátran kérdezhetnek az óvodapedagógusok ezzel kapcsolatban. A Városházán ezúttal 2 téma volt, a gyermekjátékok fontossága és a mesék szerepe az óvodások életében. Az előadást a dr. Gőbel Orsolya, pedagógiai szakpszichológus, a Károly Gáspár Református Egyetem adjunktusa tartotta a megjelenteknek. Az óvodákban a központi tematika ebben az évben az anyanyelvi nevelés. Minden, ami ennek a csodálatos nyelvnek a kibontakoztatását elősegíti, a mese, a játék, a képzelet, a fantázia, az mind-mind téma lesz a mai előadásom. És megpróbáljuk körüljárni, hogy akár egy anyai szívdobbanásnak a ritmusa hogyan jelenik meg a mai anyanyelvünkben, illetve hogy torzul el sajnos olykor az anyanyelv, mert hogy nagyon sok nehézsége van a gyerekeknek egyrészt, másrészt ugye a média, ami igencsak megváltoztatja a mai kommunikációs műfajt, és hát ez hatással van a szülőkre és a szülőkön keresztül a gyerekekre. Az esemény interaktív volt, tehát az előadó és a pedagógusok közösen vitatták meg a különböző témákat. Szakmai továbbképzés legközelebb januárban lesz, ekkor a tervek szerint már nem csak az óvónők, hanem a szülők is részt vehetnek a programon.